Sziasztok, ez itt a Brain Bar újratervező negyedik epizódja. Jó pár állásinterjún voltam az életemben, és ezt már felfedeztem, hogy az egyik legnagyobb hibám az, hogy egyszerűen túlzottan izgulok, és túl jól akarok teljesíteni. Van egy menekülési útvonalam, az, hogy elkezdek így cukiskodni. Az is előfordul, hogy túl sokat osztok meg magamról. Amikor Angliában kerestem munkát, egy állásinterjú során, hogy egyetlen azt mondtam, hogy biztosan nem fogok komolyan venni, És utána az egész közben néha még el is kezdek szorongani, hogy vajon jól teljesítek-e. Túl sok kérdést teszek fel a végén, hogy akkor ez nekik megfelelt, ez most ez működik, most ez jó lesz, és mikor fognak értesíteni, úgyhogy nehezen tudok nyugodt maradni. De ahogy úszni is először szárazon tanulunk, először elmentem egy barátnőmhez, aki történetesen HR szakértő. Gréta több mint 10 évet dolgozott a világ legmenőbb tanácsadó cégénél, mint HR vezető. Mik azok a hibák, amiket éves tapasztalat után még mindig látsz jelentkezőkben? Én azt mondom mindig, hogy ez egy beszélgetés, magadról kell tudni mesélni. Abba a hibában nem szabad beleesni, hogy mindent ugyanúgy mondasz el, mint ahogy az önéletrajzban van. Amikor készülsz az interjúra, mert szerintem ez szintén egy olyan dolog, amit az emberek még elrontanak, hogy nem készülnek fel. Az önéletrajz az egy sorvezető, ami egy mankó tulajdonképpen a felkészülésben. Gyakoroljam el otthon a tükör előtt, hogy hogyan fogok köszönni, vagy az, hogy mik a legerősebb mondataim? Én mindenkit arra szoktam biztatni, hogy legyél önmagad, tudjál beszélni magadról, és hogyha munkát keres az ember, akkor igenis vegye a fáradtságot, és priorizálja az idejét úgy, hogy utána tudjon nézni a holnapnak, adott esetben kihez megy, ismerősöktől meg lehet kérdezni, hogy nekik van-e esetleg valami tapasztalatuk, úgyhogy készülni mindenképpen ilyen formában is kell szerintem. Olvas az ember ilyen sablon kérdésekről, sablon válaszokról. Ilyen kérdések még mindig vannak, vagy Igen. Ezek már csak az interneten? Nem, vannak, szerintem vannak. Az elején az, hogy mondjuk beszélj magadról, foglald össze három mondatban az, hogy mit kell róla tudni, hogy miért vagy itt, az szerintem egy standard. Az, hogy miért jelentkeztél erre a pozícióra, az egy teljesen standard kérdés. Van ez az erősségeid, gyengeségeid, ezt nagyon sokféleképpen meg lehet kérdezni. Mondjuk úgy teszem fel a kérdést, hogyha felhívnám a felettesedet, vagy a korábbi munkahelyeden a felettesedet, akkor mit mondana, miért szeretett veled együtt dolgozni. Egy ilyen trükkösebb kérdés lehet talán az, hogy mi az a 10 dolog, ami nincsen a CV-ben benne. Hát egy olyan trükkös kérdés, hogy a baráti társaságodba te milyen szerepet töltesz be. Kapsz egy ilyen váratlan kérdést, lehet gondolkozni. Lehet azt mondani, hogy ilyet még senki nem kérdezett tőlem, hogy gondolkozzak egy pillanatot. Egy csomófajta interjú típus van. Hogy lehet az összesre felkészülni? Egy dolog van, amire nagyon oda tudsz figyelni. Önmagad, az önismeret. Ami nagyon fontos az, hogy tudd, hogy te ki vagy, hogy mit képviselsz, hogy ez a cég miért jár jól, hogyha téged vesz fel. Én ezt mindig meg szoktam kérdezni. Hogy miért vegyünk fel téged hozzánk. Tökre félek attól, hogyha mondjuk ez a fizikai tér nincs meg, és most már annyi Zoom interjú van, vagy van, ahol csak Zoom interjúkat csinálnak, és időben már nem is találkozol mondom, a leendő munkadóddal vagy munkatársaiddal, ott hogyan tudod átadni ezeket a dolgokat, hogyha mondjuk nincs meg a testbeszéd, akkor ott mit lehet csinálni? Ez megváltoztatja természetesen az egész dinamikát, meg az élményt magát. Szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a logisztikára, akár arra, hogy milyen háttér van mögöttem, tehát tényleg maga az, hogy mit mutatok a Zoomon keresztül magamról. Én akár még azt is mondanám, hogy próbáljunk meg ilyen teszthívást csinálni akár barátokkal, hogy a headsetem működik, legyünk megbizonyosodva arról, hogy le van töltve az applikáció, stb. Érdemes macskát, kutyát, nagymamát kizárni, tehát ne legyen semmiféle zavaró tényező. Ami szerintem még fontos, hogy ne féljünk kérdezni, tehát hogyha valamit véletlenül nem hallasz, és úgy próbálsz rá esetleg válaszolni, hogy csak a felét hallottad a kérdésnek, akkor inkább kérdezzél vissza. Egyébként pedig ugyanúgy megjelenni, mint hogyha egy sima személyes interjún, tehát ne menjél köntösbe a kamera elé. Ami nekem nagyon fontos egy interjúba, az a szemkontaktus. Okay.
Tehát teljesen mindegy, hogy ez Zoom vagy személyes interjú ugyanabban a térben, nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyen a kapocs. Az interjú során vannak olyan pontok, amiktől én kifejezetten tartok. Egyik ilyen, ez a fizetésigény. Megnyugtatlak, nem vagy egyedül. Tehát ezt szerintem az emberek 90%-a hasonlóan éli meg, és nem nagyon tud mit reagálni. Ezt szerintem át kell gondolni. Egyrészt tudjuk használni az előző fizetésünket referenciaként, tehát általában az emberek ugye próbálnak jobb fizetést kiharcolni a következő helyükön, tehát ez lehet egy ilyen referenciapont. És lehet mindig azt is mondani, hogy erre gondoltam, de ez rugalmas annak függvényében, hogy mondjuk az adott cégnél milyen a kafetéria, milyen egyéb juttatások vannak. Igenis értéket képviselsz. Fel kell építeni ezt a magabiztosságot, mert hogyha te nem értékeled saját magadat oda, hova kell, akkor ők se fognak. Oké, akkor ezekkel felvértezem, most már azt is tudom, hogy mit mondjak, így fog neki indulni itt az interjúnak. Tegyük fel, hogy mindent elolvastál a cégről, ha jelentkezel, de nem mindegy, hogy hogyan viselkedsz, hogyan adod elő magadat, átjön-e a személyes márkád? Harmadik epizód. És ki tudhatnál jobban, hogy hogyan mutathatom meg önmagam legjobb verzióját egy kiszámíthatatlan helyzetben, mint egy impro tréner. Andrewval pár év ezelőtt találkoztam egy impro képzésen. Ő a Krunk Színház vezetője, színész, tréner. Ha valaki, akkor ő biztosan minden mozdulatomat kielemzi majd. Mire kéne figyelnem, amikor bemegyek egy állásinterjúra? Tökéletes példát adtál már nekem. Aha. Itt nagyon nagy ellenfél vagy fizikailag hozzám. Szóval az van, de nem intellektuálisan, az ember, aki szemben ül tőled, az is lehet, hogy ő is ül itt. Sőt, ráadásul, ha így ülsz, valószínűleg tartom, hogy ő is fog egy rövid idő után így ülni. Azt jelenti, hogy amikor egy emberhez kapcsolódunk, rögtön akarunk, hogy maga a csatorna viszonylag egyenes legyen. A másik, amire nagyon fontos figyelni, az az, hogy ha rajzolnék egy krétával egy kört a fejünk fölött, nem akarunk azt, hogy ez a kör a szélesebb legyen, mint a fenekünk a székben. Ez távolság, és felesleges távolság, és ez egy nem felesleges távolság. Az talán sok lenne, ugye? Ezt mi érzünk azért. Ha így ülnék például, még mindig ezt szeretnék, hogy maga a csatorna, a láthatatlan csatorna köztünk, az viszonylag egyenes, és igazán feléd fordulok. Tehát a legeslegnagyobb probléma az az, hogy így próbálunk kommunikálni valakivel. 93% a kommunikáció az nem verbális. Ha nem, nincs megfelelő testi pozíció, meg dinamika, vagy hangfekvés, vagy ilyesmit, akkor sajnos diszonancia van az üzenetben. Nem szabad elfelejteni, hogy nem született senki előadni egy közönség előtt. Nincs ez az ember. Tehát DNS programozásban nem létezik az, hogy erre születtem. Hanem a DNS programozás az az, hogy én és több száz szem az nem egy jó kombó. Én veszélyben vagyok. És azt, hogy mi tudjuk, hogy nem vagyunk veszélyben, tudjuk, hogy nem fognak széttépni minket, de több-több tízezer év azt mondja, hogy akár lehet. És ettől szorongunk. És ettől jönnek a furcsa viselkedések. Én szerintem az a legeslegfontosabb dolog az fizikailag és jelenléti szempontból mennyire vagy ott. Mit szólsz hozzá, hogyha teszteljük ezt? Csináljunk egy ilyen gyakorlatot. Legyen ez. Hello! Sziasztok, Jeli! Jó, akkor hagyjuk ott, szuper. Na, akkor én, ami izgalmas ebben, és többször is lehet csinálni, tehát négyszer vagy ötször jött be, és minden négyszer, ötször azt hiszem, hogy nagyjából mindig máshogy viselkedtem én. Már rögtön lehet látni azt, hogy csak én máshogy vagyok, és ő már nem is tud róla, és ő már máshogy működik négyszer, ötször. Érzem néha, hogy elkanyarod a szemed, meg a figyelmed, és vissza kell idomározni magadat. Igen. És emiatt gyorsan beszélsz. Nagyon gyorsan. Tele vagy energiával. De a következő gyakorlat, amit fogom adni neked, remélem, hogy ez fog segíteni. Csendek fogunk tenni a mondatokban. És azt jelenti, hogy amikor, ha figyeled ezt, rám fogsz figyelni, ha emelem az ujjam, akkor te csendben leszel. És ha te leteszem, akkor folytatod a beszélgetést. És akár fél mondatban is. Próbáljuk ezt.
Hello! Szia. Hello! Szia! Nagy Ildi, nagyon örülök. Andrew Heffler, én is nagyon örülök, hogy jöttél. Köszönöm. Szuper. Látom az önéletrajzodat, nagyon jól néz ki, tele van tök izgi dolgokkal. Én kíváncsi vagyok, hogyha egy sort ki kell venni ebből, melyik lenne az és miért? Legfontosabb számogatán az, hogy kíváncsinak lenni, az az egyik legnagyobb érték, amit én úgy gondolok, hogy fontos egy emberben, mert az újdonság iránti vágy az benne vagy mindig nagyon megvolt. És úgy gondolom, hogy ezt próbáltam vinni olyan irányba, hogy tudjam csatornázni esetleg olyan projektekbe, amik aztán nem csak mondjuk egy adott cég vagy egy adott szervezet számára lehetnek hasznosak, hanem úgy társadalmi szinten is változást hoznak létre. Úgyhogy ezért volt különösen szimpatikus nekem ez a pozíció. Tök jó. És mit tudsz rólunk? Hát az az igazság, hogy lehet, hogy nem emlékszel rá, de én már találkoztam veled pár évvel ezelőtt. Én emlékszem egyébként, mert látom fényképeken. Igen. Ott voltam, és már akkor azt éreztem, hogy megvolt az a viszony, ami számomra nagyon fontos egy munkaadónál, hogy éreztem, hogy itt valami változás történik azoknak az embereknek az életében, akik részt vesznek ennek a szervezetnek a programjain, és úgy gondoltam, hogy ez egy változáshozó tevékenység, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahogy az elmúlt években én külföldön voltam. Igen. Igen? Hol? Igen. Éltem Nairobiban egy kicsit. Tényleg? Igen. Dolgoztam ott a UNHCR, az ENSZ-nek a menekültügyi bizottságán át, és kommunikációs területen dolgoztam. És aztán volt egy olyan időszak is, amikor San Franciscóban éltem, Nagy-Britanniában is töltöttem elég sok időt, illetve Isztambulban is tanítottam. De jó, szuper, hagyjuk ott. De jól csináltad. Csend az nagyon fontos eszköz, sok mindenki fél tőle, viszont a csendnek nagyon sok szinten működik pozitív vagy a javánkra. Uh-huh. Egy, nagyon jó szünetet tartani, és egymás között lehetnek csendek. Tehát, kettő, a csend, főleg ha közönséged van, és mondjuk az, hogy egy prezentációt tartasz, akkor a csend, ez egy lehetőség nekem utolérni téged. Tartsunk szünetet egy Zoom interjúnál. Igen, is? Igen, nagyon, nagyon fontos. Én azt mondanám, hogy ne üljél pont középen a kamerában, egy közelít akarsz csinálni magadból, nagyjából ez vagy itt fölfelé. Picit nem középen, azért jó, mert akkor érzünk egy picit, hogy tér van. Egy picit a kamera alul, soha ne legyél a kamera fölött. Ez egy nagyon fárasztó dolog, mindig fölnézni valakire. És hogyha valaki úgy dönt, hogy hát van mit javítani, vagy valami szeretne jobb lenni, akkor te tartasz ilyen kifejezett tréninget, és persze most csak az én kedvemért tartottál ilyen tréninget? Csak a te kedvemért. Nem, én tartok tréningeket, igen, tartok online tréningeket, meg személyes tréningeket is. Igazán engem az érdekel, hogy hogyan tudunk a viselkedésükön keresztül ezt a helyzetet a legjobban használni magunknak, a másiknak. Nagyon szépen köszönöm, nagyon Andy. Szívesen, máskor is. Grétának és Andrewnak hála, most már készen állok az állásinterjúkra. De vajon sikeresre vizsgázom? Kiderül a következő részben. Hozd meg velünk a tesztoridat is, iratkozz fel a BrainBar YouTube csatornájára, hogy ne maradj le az újratervező következő részéről.